Mi Hazánk mozgalom egyértelmű álláspontja, hogy az ukrán-orosz konfliktusba Magyarországnak semlegesnek kell maradnia, mint a fegyveres részében ennek a konfliktusnak, mint pedig a gazdasági részében, hiszen mi nem támogatjuk Oroszország ellen a gazdasági szankciókat sem, mivel nem szeretnénk Oroszországgal szembe helyezkedni, és nem szeretnénk, hogyha Oroszországgal egy rossz viszony alakul neki. Egész egyszerűen úgy gondoljuk, hogy a baloldalnak az álláspontja tarthatatlan és vállalhatatlan, miszerint ők fegyvereket szerettek volna kiuttatni az ukrán csapatok részére, és katonákat küldtek volna Magyarországról, akkor, amikor a magyar kisebbséget az ukrán állam módszeresen elnyomja évtizedek óta, illetve hát maga a konfliktus is tudjuk, hogy azért alakult ki, mert Oroszország is védi a saját kisebbségét, és védi az orosz ajkúakat. Ezzel szemben a Mi Hazánk mozgalom azt mondja, hogy semmilyenképpen nem szabad belesodródnunk ebbe a háborúba, és nekünk a magyar nép biztonsága, Magyarország biztonsága az első, nemzetünk alatt pedig azt is értjük természetesen, hogy a kárpátaljai magyarok biztonsága is nagyon fontos. Éppen ezért többször felszólítottuk már külügyminiszter urat, illetve Magyarország kormányát annak érdekében, hogy védje meg a kárpátaljai magyarokat, álljon ki határozottan a kárpátaljai magyarok mellett, hiszen láthatjuk, hogy most is egy boszorkány üldözése mennek keresztül, hiszen az a tény, miszerint az ukrán hadseregben nagyobb százalékban sorozzák be a kárpátaljai magyarokat, mint az ország más területén élő fiatal férfiakat. Ez elég aggasztó a mi szempontunkból, hiszen magyaroknak semmi köze nincs ez a konfliktushoz, semmi köze nincs ez a háborúhoz, mégis golyófogónak viszik őket sajnos az ukrán-orosz frontra. Mi azt gondoljuk, hogy ez elfogadhatatlan, és nekünk semmilyen keresnivalónk nincs ezen a fronton. Mi Hazánk mozgalom múlt héten egy fáklyás felvonulást és egy tüntetést is tartott Budapesten, ezzel is kiszerettük volna fejezni szolidaritásunkat, és azt szerettük volna, hogyha felhívjuk az ország minél több lakosának a figyelmét arra, hogy mi azt az álláspontot képviseljük, hogy a gazdasági szankciókat is mindenképpen elvetjük, hiszen, mint ahogy említettem is már a sajtótájékoztató elején, nem szeretnénk, hogyha Magyarország inná meg a levét. Láthatjuk, hogy gazdasági részen az eurónak gyakorlatilag az ár növekedése és a forintnak az inflációja az hova vezet. Napról napra drágább az élet, és ezt mind a magyar embereknek a zsebe bánja sajnos, ezt mind a magyar embereknek kell megfizetni. Úgyhogy mi azt gondoljuk, és továbbra is azt valljuk, hogy Magyarországnak teljesen semlegesnek kell maradnia, és nem szabad egyik félnek a pártjára sem állni.